Látod, mit csinál? Kicsit heggeszt, megáll, megáll. Amikor minden egyes alkalom, amikor kicsit kevesebb a fénye neki, akkor fordítja az asztalon. Sági Dávid vállalkozó egyike azoknak, akik részt vállaltak a bemutatókból. Azt mondja, megítélése szerint nagyban hozzájárul egy ilyen látogatás ahhoz, hogy a gyerekek képet kapjanak az adott szakmáról. Amit az iskolában a gyerekek a szakmáról hallanak, az nem igazából fedi a valóságot, így én jónak találom, hogyha a gyerekek testközelből ebben az egészben részt vehetnek, megtapasztalhatják, hogy mégis mi a csőszerelés, miről szól, mi az a heggesztés. A Bátaszéki Ipartestület és a Kanosai Dorottya Általános Iskola harmadik éve rendezi meg a Szakmász Bátaszéken napot, melynek célja a pályaorientáció. Gerencsér János, az Ipartestület elnöke azt mondja, a vállalkozók felmérik a tájékoztatás fontosságát és partnerek a kezdeményezésben. Mivel látja és érdekli a gyereket mindenféle kütyű, mindenféle új lehetőség, amit még nem látott testközelből, érdekli, valami szinten érdekli, és bízom benne, hogy át tudjuk nekik adni azt a szakmával kapcsolatos szeretetet, hogy megfogja őket és fogja tudni későbbiekben hasznosítani. A pályaorientációs nap országosan kötelező feladata az általános iskoláknak, de ha nem így lenne, ez akkor is szükséges a gyerekek jövője szempontjából, fejtette ki véleményét az általános iskola igazgatója. A nagyoknak, különösen a 7.-8.-osoknak már tétre megy a dologot, részletesebb információkkal szolgálunk, az életkoruknak megfelelően ugye már komolyabb gondolkodásúak, még több információt, választási lehetőséget. Pont abban az időszakban vagyunk, ahol még van idő arra, hogy meggondolják, melyek azok a területek, amelyek hozzájuk közel állnak, és az életüknek megfelelő célt tudnak szabni, azok az iskolák, amelyeknek a képzés formáik hozzájuk közel állnak. Összesen 12 foglalkozás mindennapi életében kaptak bepillantást a bátaszéki gyerekek.